Szorgalmatos az Észak-Alföldön található aprócska település. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyugati részén fekszik, Tiszavasváritól néhány kilométerre. A község 1063 lakosa összetartó falusi közösséget alkot, ahol mindenki ismeri és segíti a másikat. A települést mérnöki asztalon tervezték, 10 utcája párhuzamosan fut egymás mellett, 3 pedig merőlegesen szeli át a csupán 63 hektáros szorgalmatost. A szabályosság miatt könnyű a tájékozódás, nevét az itt élők szorgalmasságáról és igyekezetéről kapta a község. Szorgalmatos Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legfiatalabb települések 2002. október 20-án vált önálló településé. Bár 2002 óta mérjük az önálló közigazgatást, de már régen is éltek itt emberek. Az 1920-as évek közepétől kezdtek el építkezni itt az emberek. Akkor a nagyatádi Szabó Istvánféle földosztás hatására 452 darab 300 négyszögöles parcellát osztottak szét, jó részt háborúból hazajött katonák kapták juttatás címén. A településünk a falu szélén lévő bályaködörből épült fel, amelynek a helyén most jelenleg egy nagyon szép kis tavacska áll. Szorgalmatos jelenlegi formája az 1920-as években alakult ki. Dienes István 1971-es ásatása szerint azonban már a honfoglalás idején is éltek a területen emberek. Elsősorban avarok és szkíták. A munkálatok során 21 sírt ártak fel. A település hosszú ideig hivatalosan Tiszavasvárihoz tartozott. 2001-ben népszavazás útján döntött a lakosság a különválásról. Így 2002. október 20-án vált közigazgatásilag önállóvá. 2002 óta nagyon nagy fejlődésen ment keresztül a település. Előtte elszigetelten éltünk itt Tiszavasváritól, hiszen 5 kilométerre vagyunk a várostól. És bár városi lakosok voltunk, azokat a szolgáltatásokat mi nem igazán tudtuk igénybe venni, amit egy városi lét ad a lakosainak, hiszen közlekedés hiányába nem tudtuk a könyvtárat, nem tudtuk a kulturális rendezvényeket látogatni. Épp ezért nagyon nagy dolog volt, amikor megalakultunk, hiszen már saját magunknak szervezhettük a dolgainkat. Saját magunk szerveztük az ünnepeinket, és nagyon köszönjük, meg nagy lehetőség az, hogy pályázatokat lehetett beadni. Ezzel tudott a mi kis településünk fejlődni. Számos pályázatot írtunk és adtunk be, és természetesen a nagy számok törvénye alapján nyertünk is. 2002-ben nagy kihívás volt polgármesternek lenni, hiszen akkor fel kellett állítani a közigazgatási hivatalunkat, az önkormányzati hivatalunkat, és mindent meg kellett szerveznünk. Ez elég nehéz feladat volt, hiszen nem volt semmink, ez a közösségi ház volt, amibe beköltözhettünk, de nem voltak számítógépeink, nem volt fénymásolunk, mindent be kellett szerezgetnünk. A vállalkozók, a lakosok nagyon segítőkészen álltak hozzánk, és segítettek. Ezeket a bútorokat, amiket még mindig itt használunk, a Révész Eurotrans Kft-től kaptuk akkor. De voltak vállalkozók, akik más egyéb használati cikkekkel segítették a megalakulásunkat. Otthonról hoztuk el a számítógépet, és a fénymásolót, kis fénymásolót, amivel kezdetben dolgozni tudtunk. Az oktatás területén már évek óta újabb és újabb változásokat, fejlesztéseket tudtak véghez vinni. Az első óvoda 1970-ben épült, 10 év múlva a növekvő lakosságnak köszönhetően azonban kicsi lett, így idővel szükségessé vált a bővítés. Az óvodában jelenleg 50 gyereket tudnak kényelmes és biztonságos körülmények között ellátni. Óvodára is pályáztunk minden évbe. Ez az 5. pályázatnak köszönhetően épült meg. 2008-ban sikerült felépíteni az új óvodánkat. De közben természetesen más
pályázatok is, kisebb pályázatok is sikerrel jártak, hiszen szorgalmatos első játszóterét 2005-ben az Ifjúsági és Családügyi Minisztérium pályázatának köszönhetően tudtuk megvalósítani. Már a különválás előtt is saját iskolával rendelkezett a település. Évekig működött az egycsoportos intézmény, ami egy helyi lakosnak volt köszönhető. Kabai Béla az egyetlen módos ember, aki kocsmáros is volt a településen, felajánlotta a kocsmát iskola céljára. Így történt, hogy szerintem egyedülállóan az országban egy kocsmát zártak be azért, hogy a gyerekek tanulhassanak. Az a dolog, hogy a gyerekeket tanítatni kell, már 1936-ban megragadt a nagyszüleink fejébe, és iskolát alapítottak, illetve szerettek volna. Kérelmezték ezt az Oktatási és Vallásügyi Minisztériumtól. Annak idején Kabai Béla, a falu egyetlen módos embere vitte fel a kérelmet Budapestre. A falu lakossága felajánlotta a segítségét az építkezésre. Ez is egy nagyon nagy összekovácsolása volt a településnek, hiszen bontott anyagot kaptunk az uradalomtól, és azt tehén szekérrel hordták a falu közepére, hiszen a nagyszüleink úgy álmodták meg, hogy egy olyan települést szeretnének, amelynek a közepén egy iskola áll. A Szorgalmatosért Egyesület 20 éve felel a kulturális és szórakoztató programokért. Minden évben megrendezik például a házfelünnepet, ami nosztalgia napként várja vissza azokat, akik korábban szorgalmatosan éltek. Nagyon éreztük a lemaradást, a szociális, kulturális hátrányokat, és ezt próbáltuk egy kicsit kompenzálni. Különböző programokat szervezünk. Végül is a tevékenységi körünk mindent felől el, tulajdonképpen az élet minden területéről, az egészségvédelem, oktatás, kultúra, közbiztonság, tehát mindent magába foglal, és ezzel kapcsolatos dolgokat szoktunk szervezni. Minden évben egészségnapot, aztán túrákat szervezünk, gyalogtúrát, biciklitúrát, aztán színházlátogatást, ami nagyon nagy sikerű, és büszkék vagyunk rá, hogy minden évben mi rendezzük meg az idősek napját szorgalmatosan. Az ünnepek és rendezvények mellett azonban állandó fellépő is akad. A Hóvirág népdalkör országszerte ismert. A Hóvirág népdalkör szinte majdnem egyidős az egyesülettel, már akkor megalakultak 15 fővel, számos sikereket könyvelhetnek el maguknak, hiszen a gyakorló termük tulajdonképpen tele ki van tapétázva oklevelekkel és kitüntetésekkel. Minden évben megmérettetik magukat különböző fesztiválokon, aztán részt vesznek falunapokon. A település jellegzetességei a házfák és a rózsák. A parkokban, kertekben, ablakokban is színes tarkavirág rengeteget látnak az utazók. A szépség azonban rengeteg gondoskodást igényel. A közmunkaprogram szorgalmatos életében nagyon fontos feladatot tölt be. 44 fővel dolgozunk azon, hogy szorgalmatos, szép legyen. Úgy érzem, hogy eredményesen. Sok rétű munkát végzünk a dolgozóinkkal, részt vesznek abban, hogy szépek legyenek a parkok, parkolók tiszták legyenek. Szorgalmatosan 350 főt ellátó konyha működik 2004 óta. A település 2012-től kezdte önellátó működését, így a konyha élelmiszer alapanyagának nagy részét a közmunkaprogramban dolgozók állítják elő. A konyha az általános iskolát és az óvodát látja el, valamint a szociális és vendégétkeztetést végzi. A megtermelt alapanyag megmaradó részét a lakosság a helyi piacon értékesítheti. Körülbelül 2 hektárnyi felületet tesz ki ez a kertészeti tevékenység. Van szabadföldi kertészet, és van egy fóliánk, ami körülbelül 220 négyzetméter. Ebben termesztünk olyan fontos zöldségféléket, amelyeket a szociális konyhán használnak fel. Szinte mindenféle zöldséget, petrezselymet, sárgarépát, zellert, paszternákot, káposztaféléket, karfiolt, karalábét, fejes káposztát, salátát, vöröshagymát, lilahagymát, aztán paradicsomot, paprikát termesztünk,
van, amit frissen használunk fel a konyhán, van, amit például savanyítunk, a fejes káposztát, és van, amit tárolni tudunk, és úgy frissen használják fel. A zöldségtermesztésen kívül a munkások cirokseprűkötéssel is foglalkoznak. A szükséges eszközöket is a Start mintaprogram keretein belül szerezték be. Szántóföldön mintegy 2 hektárnyi cirokültetvényünk van, és ezt úgy hasznosítjuk, hogy ezt megszárítva cirokseprűt készítünk belőle. Egy pályázati pénzen vásárolt cirokseprűkötőgépünk van. Szerencsére a közmunkásaink is nagyon rendes emberek, szorgalmasak és dolgoznak. Ez lehet, hogy nem mindenhol általános, de nálunk ezek az emberek dolgozni akarnak, tudják, hogy a faluért dolgoznak, és megbecsülik a munkahelyüket. Az ideköltözők többsége a nyugalmat, a lakhatóságot és az élhetőséget keresi. Szorgalmatos a megye egyik legbiztonságosabb települése 18 megfigyelő kamerájának és 30 fős polgárőrségének köszönhetően. Szorgalmatos sajátossága, hogy a magyar átlaggal ellentétben itt nem előregedő a lakosság, a fiatalok aránya évről évre emelkedik. Az önkormányzat emiatt szeretne minél több szórakozási lehetőséget nyújtani a számukra. Szorgalmatos képviselőtestületének mindig vannak tervei, álmai. Az idei évben még egy kondiparkot szeretnénk átadni, ami már aláírásra került a vállalkozási szerződéssel, de szeretnénk pályázni szociális otthonra is. Szeretnénk gondoskodni az időseinkről, hogy ők is nyugodtan éljék a nyugdíjas napjaikat. Május végén adták át az orvosi rendelőt, így a szakorvosi ellátás miatt nem kell kilométereket utazni. Az intézmény korszerű építésének köszönhetően nyáron hűt, télen fűt. Az ilyen és hasonló nagy beruházások is segítik a lakosság mindennapjait. Hazánkban 1956 településen volt szükség adósság konszolidációra. Az ebből kimaradt, korábban jól gazdálkodó önkormányzatok kaphattak az államtól fejlesztési forrást. Szorgalmatos az orvosi rendelő kialakítására 20 millió forintot nyert el. Szorgalmatos azok közé, a települések közé tartozik, ahol nem volt adósságkonszolidáció, ugyanis az önkormányzatoknak nem volt adóssága. Az ő, hát mondjuk így kompenzálásukra, vagy vigaszdíjként a kormány egy több milliárdos programot fogalmazott, megfogadott el, azoknak a településeknek is adva közösségi forrásból, akik nem adósították el saját településüket, és hát ennek az eredményeképpen jött létre ez a valóban 21. századi energetikai értelemben, felszereltségében és 21. századi orvosi rendelő, ezzel még inkább élhetővé téve Szorgalmatos települést. A helyiek azt mondják, Szorgalmatos azon kevés magyar település egyike, ahol megállt az idő. Az emberek összetartása nem kopott meg a fejlődés ellenére sem. Én nagyon hálás vagyok Szorgalmatos lakosságának azért, hogy polgármesterükké választottak 2002-ben, és megadták azt a lehetőséget, hogy részese lehetek ennek a nagymértékű fejlődésnek. Szívesen szolgálom a közösséget, és köszönetet mondok nekik.